A konferenciát 1942. január 20-án tartották annak érdekében, hogy megbeszéljék a zsidó kérdés végső megoldását, az európai zsidók szisztematikus, előre eltervezett, tömeges, fizikai megsemmisítését. A konferencia jegyzőkönyve az egyik legfontosabb fennmaradt dokumentum a holokauszt történetében, melynek során zsidók millióit küldték a halálba. A Mazsihisz képviseletében Finelli Péter, elnöki tanácsadó arról beszélt, hogy a Wannsee konferencia katasztrofális esemény volt, amely megpecsételte a zsidóság sorsát. Ez a katasztrofális esemény megpecsételte a zsidóság sorsát. Soha ne felejtjük el, hogy mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az emberek, népek, vallások közötti elfogadás mindenképpen megvalósuljon. Erre kitűnő példa a székesfehér zsidóság és a többségi társadalom megértése és együttműködése. A vasárnapi megemlékezésen Sipos András, a Tarsó Ifjúságért Egyesület elnöke emlékeztetett arra, hogy Székesfehérváron 2012 óta hagyományosan minden évben megemlékeznek a megrendítő, tragikus kimenetelű konferenciáról, az üldözöttekről, az áldozatokról. Emlékeznünk és emlékeztetnünk kell, ez kötelességünk, hangsúlyozta beszédében Székesfehérvár polgármestere. Cserpalkovics András felidézte, hogy 2020 márciusában Gergely Anna történésszel közösen kegyeleti úton vett részt a város képviseletében az auschwitzi táborban. Ott azon a helyen, ahol az a sok-sok székesfehérvári és fehér megyei polgártársunk brutális gyilkosság áldozata lett. Ebben az évben 80 esztendeje van annak, hogy zsidó embertársainkat elkezdték vagonokba rakni és koncentrációs táborokba szállítani. Székesfehérvárról és Fehérvár megyéből mintegy 5000 ember került Auschwitzba, közülük valamivel több mint 500-an élték túl a megpróbáltatásokat. Az idei holokauszt emlékévben több emlékező programot szerveznek országszerte és Székesfehérváron. A megemlékezés végén a zsinagóga emlékműnél együtt helyezte el az emlékezés köveit Barna Ágnes, a székesfehérvári zsidóhitközség elnöke, Varga Tamás miniszterhelyettes országgyűlési képviselő és Cserpalkovics András polgármester.